Mozdulatok és illatok köré írta Donát István az Éjszaka tapintása című darabját, amelyet a Vakrepülés Színjátszó Egyesület előadásában tapasztalhatott meg a közönség. A rendhagyó érzékenyítő produkciót teljes sötétségben tartották. A nézőket egy görögországi utazásra invitálták, eközben a résztvevők minden érzékszervüket bevethették, kivéve a látásukat. Az a darabnak a specialitása, hogy interaktív, tehát az utazó közönség, aki a szereplőkkel együtt utazik, ugyanazokat a dolgokat és helyzeteket éli végig, mint a szereplők. Például mondjuk vizesek lesznek a tengerparton, egy kis ételt és italt szolgálunk fel nekik a buszon, tehát nem csak egy klasszikus színházat tudnak végigkövetni, hanem ennek részesévé is tudnak válni. Az Éjszaka tapintása című előadásuk elején egy úgynevezett próba sötét alatt tapasztalhatták meg a résztvevők, mire számíthatnak a darab további részében. Ez már teljes sötétség követte. A Vakrepülés Színjátszó Egyesület 1998-ban alakult látássérültek közreműködésével. A Budapesti Amatőr Társulat többször is járt már Egerben, ahol korábban is szerveztek hasonló érzékenyítő programokat. Az éjsötét öré, belőled jön a fény. Az első az egy Szemtelen vacsora néven bonyolódott. A föntartunk, a Vakok és Gyengéllátók Sportegyesületének a munkatársai, azok voltak a felszolgálók, és a vendégeink azok teljesen sötétben vacsoráztak. Többek között én is, és nagyon érdekes, mert pillanatokon belül elveszíti az ember a térérzékelését, időérzékelését. Korábban egy mozifilmet is vetítettek, az Amelie csodálatos életét. A vizuálisan gazdag alkotást ekkor a zajok, a zene és a narráció segítségével ismerhette meg a közönség, szintén teljes sötétségben. Utazzanak velünk legközelebb is a Vakrepülés Színtársulattal. Megmaradok a katonáknál, azok sohasem kritizálnak. Én meg egyszerűen csak boldog szeretnék lenni. Igenis, lehetnél boldog, ha elfogadnád magad olyannak, ami ennek az Isten teremtett.